mindegyik képzésre az lesz igaz, hogy, és most én általánosan beszélek, nem szakmáról, hogy ágazati alapvizsgát kell tenni. Ha 3 éves képzést választottok, a 9. az mi az ágazati alapvizsgá, így szól, és ott az ágazati alapvizsga. Megteltek a Liszt Ferenc téren felállított sátrak Szekszárdon, ugyanis kezdetét vette a nagy szakmaválasztó elnevezésű pályaorientációs program. A rendezvényen a Tolna megyei szakképzési centrum 3 a megyei jogú városban található intézménye mutatkozott be, és várta az érdekes programokkal az általános iskolásokat. Voltak, akik már konkrét elképzelésekkel érkeztek az eseményre. A vendéglátás szakács. Szakács szeretnél lenni? Igen. Garaszériás meg ez a technikusi. És akkor visszahajtjuk, és akkor közel, úgy, azaz. Jó lesz, nem kedvek így. Lehet igazgatni, ez a jó az alumíniumban. Segít, hogy megtalálni, hogy hova menjünk tovább tanulni, aki még nem nagyon tudja. A programon minden érdeklődő lehetőséget kapott arra, hogy megismerkedjen az iskolák által oktatott szakmákkal, akár ki is próbálhatta egy-egy elemüket. Használhatták a 3D nyomtatót, a lézerpuskával célba lőhettek, kipróbálhatták a drónt, valamint a 3D szemüveget is, továbbá forraszthattak, szerelhettek, megismerhették a kereskedelem és a számvitel érdekességeit, megkóstolhatták a vendéglátók finomságait. Valamilyen olyan lehetőséget kellett a tanulóknak biztosítanunk, ahol iskolán kívüli környezetben, de mégis egyszerre tud tájékozódni arról, hogyha a szakmát akar választani, akkor milyen lehetőségei vannak. Illetve kinek való a szakmaválasztás? Mert ugye a pályorientáció meg a pályaválasztás egy nagyon fontos dolog, és nagyon hosszú folyamat. Nyilván nem 2 nap alatt dől el semmi sem, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség, ami ezt a folyamatot kiegészíti, segíti, és a választást megkönnyíti tanulóknak, szülőknek egyaránt. A 2 napos rendezvényen nagyjából 300 diákot várnak a szervezők. Juhász Gábor azt is hozzátette, hogy ettől a rendezvénytől függetlenül az iskolák nyílt napjait is megtartják.